A magyar belül a határon háromféle tehertételt hordoz, határon kívüli csak kettőt. Tehát a legelnyomottabb a magyar jelenleg Magyarországon, és ezt tessék már tudomásul venni. Mert mindenki a világon, minden nemzet fia egy tehertételt hordoz, nagyrészt örömmel. Ez mi? Ez a családnak és a nemzetnek a terhe. Ezek tehertétek, tényleg, ezt el kell viselni. Igen ám, de ha hódított területen vagyok, mint a Kárpát-medence perem területein, ott erre rájön egy elnyomó hatalom, amelyik naponta megaláz, ebből üzletet csinál, ebből úzust, tehát gyakorlatot csinál, ne maradjon ki nap, anélkül, hogy a magyart meg ne alázzuk. Bármilyen ürügyön. És hát kiveszi a zsebembe az utolsó pénzt is. Ez nekünk nincs meg határon belül? Hát ne tessék már mondani. Hát ennyit, ilyen aljas módon nem alázzák meg sehol a magyart, mint itt a határokon belül. Hát tessék olvasni a sajtót. Most a rádióban egy kis szünet volt, mert olyan volt a vezetője, le is cseréli. De a tévében? Tessék RTL Klubot nézni. Egyfolytában, naponta, óránként, a legaljasabb, a legfájdalmasabb módokon alázzák meg a magyart. Hát egy olá soha ilyen aljas dolgokat nem tudnak kitalálni, mint egy ésben mondjuk, egy vezércikben. Vagy egy heti-hetesben. Vagy most mit mondjak még? Tehát ezt a tehertételt nekünk, és az utolsó filérünket is kiszedik a zsebünk, és nem magyarok. Tehát ugyanaz, a kettő, még eddig kettőre állunk. És akkor nekünk van egy harmadik tehertételünk, hogy mi ráadásul még segítjük a határon túli magyarokat. Ez édes teher ugyan, de kemény nagy teher. Tehát ha végigmegyünk a Felvidéken vagy Erdélyben, minden harmadik faluban ott van egy olyan templom, amit felújítottak, de nem román pénzből, és nem cseh pénzből, vagy szlovák pénzből, magyar pénzből. Az az én zsebemből van az a pénz. És azt én nem sajnálom, de az harmadik tehertét, és ezt ők nem viselik. Tehát a belső Magyarország területen egyetlen templomot soha erdélyi magyar pénzből nem újítottak. Tehát mi itt három terhet viselünk, ők csak kettőt, akkor nekem ne panaszkodjanak. És ha nekik nem tetszik, hogy a román hogy rugdossak, és jöjjenek ide, és nézzék meg, hogy bennünket az itteni nem magyarok hogy rugdosnak. Aztán, ki a hibás? Aztán majd mehet vissza. De ezért ki a hibás? Tessék szíves. Azt majd Jézus Krisztustól megkérdezni. Azért mondom. De egy biztos, hogy ezt a fajta panasz áradatot, amit mi a határon túli magyaroktól hallunk, azt uszításra mondják. Mert abban a pillanatban megértik. Ezt én ezelőtt körülbelül 5 évvel mondtam el először Felvidéken, ilyen szájtát hallgat, azt mondja, tényleg erre nem gondoltam. És attól a pillanatok kezdve, hogy gondolnak rá, már nincs panaszkodás. Csak nagyon jól esik nekik, ez egy pszichológiai dolog, hogy végre már mi is rúghatunk bele valakiben. Mondom, jó, itt a fenekem, de aztán a harmadik rúgás után hagyd abba, jó? Most akkor kiélted magad, jó, köszönöm szépen. Egyébként tudjad, hogy ártatlanul bántottál. Tehát annyira szükségük van már rá, hogy valakit szíthassanak. És most itt vagyunk mi így fölmutatva Jolly Jokernek. Így. Itt van a belföldi magyar, az az önző. És akkor még a saját püspökük is azt mondja neki, hogy a magyaroknak a zsebükbe költözött a szívük. Neked meg az eszed a cipődbe, hülye gyerek. Hogy lehet valaki ilyen szellemi vezető, és akkor ekkorát hazudik a saját népének? Hát ha nem gondolkozik, akkor ne szövegeljen. Ha ennyire rosszul informált, akkor ne vezesse félre már a népét. És akkor most ő is beállt azok közé, akik megalázzák a magyarságot. Erre való egy püspök. Na ennyit erről. És meddig mehet ez el egyáltalán? Úgyhogy meddig mehet el? Ameddig mi egymást nem kezdjük el segíteni. Itt minden csapás arra figyelmeztet, hogy ne fölülről várd társadalmi szinten, hanem legfölülről várd, és egymást segítsd. Segítjük mi egymást? Hát, helyjel közel. Abban a pillanatban, hogy egymást kezdjük segíteni, senki nem tud közbeavatkozni. Ők ott tudnak közbeavatkozni, ahol én mindent fölülről várd. Elmegyek a közértbe, vagy a bevásárló központba, hogy megvásároljam azt, amit a saját kertemben megtermelhetnék. Hát akkor ne haragudjon, a világ megérdemel. És ráadásul mérgezetten veszem meg ott, és ráadásul rossz minőségben, és itt tovább, és itt tovább. Na most, amíg én nem tudom az országon belül fölmérni, hogy ott neki mire van szüksége,
és ő nem tudja meg, hogy nekem mire van szükségem, hanem mindezt a közvetítő kereskedelemre bízzük, addig megérdemeljük, hogy ki azt ők, hogy sokkal jobban csinálják. És úgy fognak hazavágni bennünket, ahogy megérdemeljük. És hát ez a hogy mondjam, az egymás keresése bizony megindult az országban. Tehát ez nem ott tart, hogy most el kell kezdeni népszerűsíteni, megindult. Nem kell nagy dobra verni. Tehát ha valaki azt mondja, hogy igen, de nem olvastam róla, ne is akarjál olvasni. Nem, olvasni kell róla, gyakorolni kell. Ennyit erről. És nagyon szépen működik. Ugyanis tele van még ilyen készséggel az ország, ott van a gond, hogy a gazda nem termelni akar, hanem eladni akar. Abba a pillanatban bement egy csőbe, és abba a csőbe ők a jobbak. És annyit beszéltem már ilyennel, hogy akkor milyen rossz az ő sorsa, mert mondom, miért? Mert nem tudja eladni. Mondom, miért eladni akarod? Miért eladni akarod? Mert ezt el kell adni. Miért eladni? Megehetnéd, nem? Mindened megvan. És ha neked nincs meg, megtalálhatod azt, akinél meg az van meg, ami neked hiányzik. Miért nem keresed? Miért nem keresed? Hát elvileg egy 10 milliós népben minden magyar ismerhetne minden magyar. Pontosan tudhatná, hogy mire van szüksége, és ő mit tud produkálni. Miért nem ezt csináljuk? Miért az apró hirdetésből tájékozódjunk? A szomszéddal nem beszél. Hát erről van szó. De ez orvosolható. Én nem a bajnál fejezném be, hanem ott, hogy orvosolható. Az első világháborútól ez folyamatosan, ez így. A helyzet az, hogy ha én úgy gyűjtök be embereket mondjuk lakótelepre, hogy már eleve nem vonzás, tehát belső vonzalom vagy rokonság alapján csoportosulnak, akkor az esélye mindig megvan annak, hogy ebből ellenségeskedés, vagy legalábbis elhidegülés, elszigetelés lesz. Ez kizárólag azoknak az érdeke, akik egyenként akarnak bennünket leteperni, gazdaságilag tönkretenni, egyáltalán eladni nekünk bóvlit. Na jó, de ha ezt felismertem, ezt le lehet küzdeni. Tehát ez egyáltalán nem úgy van, hogy most akkor csak arra felé tart a világ, és akkor hát ez egy tendencia, nem lehet árral szemben úszni. Hát hogy ne lehetne? Hát először is erre vonatkozóan Németh Lászlónak van egy nagyon-nagyon találó mondata. Én nem szoktam nagyon sokat idézni, de ez tényleg olyan, amit ráhivatkozva kell. Azt mondja, ilyen nincs, hogy árral úszni, vagy árral szemben. Az ár mi vagyunk. Nincs külön egy emberiség, meg külön egy ár. Az a mi mozgásunkból adódik. És ha én megfordulok, mert fölismertem, hogy rossz irányba megy az ár, akkor előbb-utóbb többen rájönnek, és akkor egyszer csak észreveszem, hogy az ár már arra folyik. Nincs külön ár, ilyen nincs, hogy történelem árja. Belőlünk van a történelem árja. És ez azért nagyon fontos, mert minden egyes ember egyéni sorsában is, igenis a mindenség sorsát befolyásolhatja. Ezt valaha az a kereszténység, aminek itt a nyomait keresünk, ezt tételesen is kifejezte. Ennek nyomát nem találjuk a judaokristianizmusban. Tehát minden kiejtett szó, minden megfogalmazott gondolat az egész világ mindenség sorsát befolyásolja. Nem lehet felelőtlenül gyűlölködni, nem lehet felelőtlenül kijelentéseket tenni, nem lehet felelőtlenül azzal rongálni a környezetünket, ez kicsi, ez úgysem számít, de igen számít. Az egész mindenséget rongálja. És ez nagyon lényeges dolog, mert azzal mentjük föl magunkat általában, hogy hát az én környezetemben, hát jó, én elmondom, ez úgysem számít semmit. Rengeteg számít. Mindent az számít. És mindenki a saját környezetét igenis tudja jó irányba befolyásolni. És lehet, hogy ez nem 5 perc alatt fog hatni, lehet, hogy nem 5 év alatt fog hatni, de fog hatni. Na most hát az igazság, hogy Noé, most éppen még mennyi az idő egyáltalán? Na, megmondom miért, mert itten géphez vagyunk megint kapcsolva. Hát ez egy gépi demokrácia. Mennyi van hatra? 3 perc van körülbelül. Na, tehát lényeg az, hogy most már a nőig mindenképp el fogunk jutni. Ha itt én ebből kivonom a nőt, tehát itt már a nő lett a meghatározó, akkor mi fog történni? Most ez megint olyan kérdés, amire vagy magyarul válaszolok, vagy nem tudok válaszolni. Miért?
Azért, mert a magyar nyelvre pontosan az úgynevezett egyalakú többjelentési szavak a jellemzők. Ez az, amit egyszerűen nem ért meg egy német. Hogy lehet az, hogy a nő az egyszerre jelent egy nemiséget, tehát azt jelenti, hogy milyen nemhez tartozik, és másrészt jelent egy igei tartalmat, tehát egy folyamatra is utal. Most mi történik akkor, ha minden gátlástalanul nő? Mi lesz az eredmény? Káosz. Nem feltétlenül káosz, de a felé vezet. De minden esetre, ha ő elkezd nőni egy határon túl, mi lesz belőle? Vagy belőle? Hogy nevezzük? Óriás. Megjelenik ez a Genezis könyvében? Megjelenik, persze. És amikor az óriások elérkeznek egy olyan pontra, ahol már tűrhetetlen a működés, mert tényleg káoszhoz vezet, akkor jön az özönvíz. Érthető? Tehát itt vigyázat, mert megmaradtak ilyen zárványokként a Genezis könyvében, nagyon fontos fölismerés, de nem tudja héberül értelmezni. Tehát a számára az, hogy a nő egyetlen kiemelt képviselőjében mehet csak tovább. Tehát az, aki tiszta. Na most azt hogy írjuk le, mondjuk táviratban? Táviratban ezt, hogy nő hogyan írom le? Tehát ki az, aki bemehet a bárkába? A nőnek az egyedül méltó képviselője. Tehát ez a minőség, ezért nem kell növényt vinni a bárkába. Nem tudom, értettük. Na de ezt most tessék Óhéberről nekem megmagyarázni. Tehát itt vannak azok a gondok, hogy tudom, nagyon lényeges dolog. A magyar nyelvben a növény az a növevény szó összevont alakja. Ezt még az akadémia is így tanítja. Ez azt jelenti, hogy a növekedési tendenciáknak a kifejező növény, miért? Mert helyhez van kötve, tehát csak növekedése érzékelhető. Az állat pedig az állapotot jelzi. Az állat szavunk még a Károli féle biblia fordításban állapotként jelenik meg. A Huszita Bibliában, ami jóval korábbi a Károli fordításnál, magyar nyelvi fordítás, abban pedig egyfolytában használja az állat szót, mint a világ állapotát. Sőt, magának az Istennek is az állatáról beszél, az állapotáról. Ha a magyar azt mondja, hogy asszonyi állat, akkor ő nem a szúnyog meg a kenguru közé helyezi be valahova középre, hanem ez az állapota révén jelentőssé vált női állapot. Nem a férfihez képest állat, hanem önmaga befoglaló női kategóriához képest, ami a növekedést irányozza elő alapvető tendenciaként. És a lánysággal kapcsolatban. A lány még mozgékony, asszony nem. Arra az állapot. Milyen állapot rá jellemző? Ma már nevét is elfelejtettük. Az áldott állapot. Hát mi akármennyit pedálozunk, áldott állapotban nem juthatunk. Úgyhogy vannak már bizonyos tendenciák, hogy férfivel is megkísérelje, de nem eredményes. Egyébként a nő nővel is megkísérelje. Tehát lényeg az, hogy ez azért nagyon fontos, mert az állat szavunk eredetileg állapotot jelent. Ha én azt mondom állat öv, akkor én nem idióta vagyok, legalábbis nem emiatt, tehát hogy én azt higgyem, hogy a mérleg az állat. Zoológiai értelemben. Vagy a szűz állat, vagy az ikrek állat, vagy a vízöntő állat. Hanem azért, mert ez az álló csillagoknak az övezete. Tehát ez az állapot szerűségek övezete. És ebben látom a hét bolygót, mint mozgórendszert keringen, és ettől tudom szakaszolni az időt. Maga az állat öv, az pedig az óra számlapjának felel meg. Bocsánat, hogy megszakítom, de van a hét bolygón kívül más bolygók is. Azokkal mi a helyzet? A hét bolygó rendszer a szabad szemmel látható bolygókat. Értem. Nem is kell tovább magyarázni. Nagyon lényeges, hogy műveltség az a bárki által ellenőrizhető tudásra alapoz-e, vagy pedig lehetőséget ad arra, hogy csak műszeresen, csak kitüntetett kis csoport tudja-e azt a műveltséget. Nagyon lényeges. Onnantól kezdve manipulálni lehet. Tehát, ha mi felnézzük az égre, akkor elvileg el tudom olvasni. Az egészet. Mindent. Ami a műveltség lényegét tartja, hogy minden. Ez a legegyszerűbb olvasmány. Erről van szó. De az állat több idegen neve zodiák. Na most erről van szó, mindenki azt... Hát ott meg csak állatot jelent, tehát ott állapotot nem jelent. De most ebből is lehet látni, most akkor ezt görögből fordították magyarra, vagy...
Tehát itt mi állandóan ott tartunk, de hogy már a régi görög is. A görög a legfrissebb kultúrák közé tartozik, ha egyáltalán kultúrának lehet nevezni. Tehát a legfiatalabbak közé. Hát hol van ez egy mezopotámiahoz képest, vagy egy egyiptomihoz képest, vagy egy szkítához képest? Hát ne felejtsük el, a rómaiak maguk hagyományozták ránk, latin nyelven olvasható, magyarra fordítva, Justinusnak a művében olvasható. Ki van adva magyar? Hozzáférhető. Hogy az ókorban, nem részletezett időben nagy vetélkedés folyt, hogy melyik a legősibb nép a Földön. A hosszú vetélkedés sor végén, ahol labdába se rúgtak a görögök. Két nép maradt porondon, az egyiptomi és a szkíta. Mit tetszik gondolni, melyik nyert egyértelműen? Szkíta természetesen. És ezt nem szkíta szerző írta le, ezt római görög alapon, mert ennek megvan a görög eredetie, hogy Justinus miből dolgozott. Tehát ez azt jelenti, hogy teljesen egyértelmű. Tehát a szkíta műveltségnél nincs ősi műveltség. Most ha megnézem, hogy a magyar műveltség egész a 19. század második feléig, tehát az önkény uralom koráig, hova vezette vissza a magyarság? Minden tekintetben a magyarság múltját. Tehát politikailag, katonailag, vallásilag, nyelvileg, hova? Szkítákhoz. Tehát itt egy teljesen tiszta világkép volt még 1848-49-ig. Lehetett ráépíteni. És akkor jöttek az import jobban tudók, és onnantól kezdve a Magyar Tanító Akadémia teljes gőzzel működik. Tehát ez egy viszonylag új jelenség, az, hogy mi egyáltalán, mint finnugor, ilyen, hogy finnugor nép soha nem létezett. Soha. Egyetlen egy közös nyelvi jelenség nincs az úgynevezett finnugor népek közt, amelyik mindegyiknél jelen. Árulkodó az is, hogy egyaránt tetszett a finnugor elmélet a Habsburgoknak is, meg a kommunistáknak. Persze, egyértelmű. Na most ez megint olyan dolog, amit bele lehet mélyedni, de nincs sok értelme itt most egy-egy ilyen részkérdésbe belemenni, mert ezeknek azért elég jó szakirodalmuk van már. Tehát ha valaki kíváncsi arra, hogy mondjuk a finnugor származtatási elmélet hogyan alakult ki, Bakay Kornélnak kiváló levezetése van, önállóan is megjelent, tanulmányként, de benne van az Árpád országa, azt hiszem, vagy Árpádok országa című, annak az első része ezzel foglalkozik. Nagyon jól levezett, első osztály. Tehát ott tényleg adat, hátán, pontosan, ki, mikor, hogyan. Egyébként ebből én is tartottam annak idején előadást, hát aztán vagy felvették, vagy nem, de ez egy nagyon pontosan követhető menet. Itt nem kell mellé beszélni. Ez Mária Terézia korában elindul. Először mi még, tessék fogóckodni, még nem finnugorok voltunk. Nem fogják elhinni, hogy kik. Mi ősgermánok lettünk. Nem vicc. Mind dokumentált. Én egyenes idézetbe adtam. Ez még 1600-as években volt, teljes elnyomatásban a magyar nemzet, senki nem tudott tiltakozni ellene, és egy Tröster nevezetű úr, ez egy erdélyi szász volt, az szépen megírta, hogy a magyar nyelv csak azért nem azonos a némettel, mert különböző más helyről is vett át mindenféle szavakat. Egyébként azonos lenne az ős némettel. Ez a pászmány, a hont, mikor ide bejöttek, azt mondták, hogy Attilának a beszármazottja. Persze. Szóval az a helyzet, hogy itt azért bizonyos vonalak nagyon pontosan dokumentálva követhetők, ám itt nem arról van szó, hogy csúnya emberek nem szeretik az akadémikusokat, biztos irítségből, mert nem sikerült akadémiai rangot kapniuk, és ezért most kígyót békát kiadnak. Semmi kígyó, semmi béka, itt tényekről beszélünk. Ezek a tények szépen összegyűjtve olvashatók. Hát mi nem is tudom, magyarul 30 éves. Hát én azt hiszem, ő valami a korábban tanult meg, de meg kellett tanulnia. De a másik, a Budenc volt az, aki... De Mátyásnak a pápa kortársa is, azt mondta, Mátyás a szkíták nagy királya. Hát ez egy külön téma. Tehát, hogy mennyire tudatos volt ez a magyarság körében, az egy külön téma. Az megint egy külön. Egyébként az interneten van egy ilyen honlapok is, valami az élő Árpád, és azon belül különböző témák, de akik hozzászólnak, a fiatalok, nagyon sok fiatal van, egyértelműen még mindig a finnugorság körül vitáznak. Nem baj, hadd vitázzanak. Egy a lényeg, soha, hát aki el akar keserni, az úgyis megtalálja rá az ürügyet. Tehát lényeg az, hogy nem, ha van 10 jó, és mert egy rossz, biztosan rosszat fogjuk kivenni, mi így vagyunk programozva. Legalább 10 jó esik minden rosszra. Tessék már nekem elhívni. Japánokkal inkább rokonok vagyunk.
Na most ez egy megint külön kérdés, hogy most melyikbe kapunk bele ebbe a sok szálból. Én azt javaslom, hogy maradjunk akkor ennél a menetnél. Tehát a női minőség, ugye ebben a megfogalmazásban egy bárkában tud ennek a kozmikus szintű katasztrófának, hát hogy mondjam, ellenállni, illetve benne megmentődni. Na most megint fölírom bárka. Érdekes, hogy Noénak sohasem hajója van, mindig bárkája. Nem tudom, fölfigyeltünk-e rá. Itt nagyon nem mindegy, hogy én mit mondok. Van olyan balladánk, aminek az eredeti címe ez Olául Merinka, magyarul Margitka. Most erre nem szabad ilyet mondani, hogy Olául, románul. A román teljesen más kategóriarendszer, teljesen más a jelentése, ráadásul tudjuk, hogy akit ma románnak nevezünk, annak semmi köze nem volt a rómaiakhoz. Semmi köze. Tehát ez már egy eleve hazug. Rá semmi köze nincs. Tehát ez azt jelenti, hogy de tényleg semmi köze. Nem azért, mert mi megtagadjuk tőlük, hanem mert tény, hogy semmi köze. Nem tudom, hogy tudják-e azt, hogy egyáltalán ez a Dácia provincia, ez a kontinentális provinciák közül, tehát Anglia területét kivéve Britannia, a legrövidebb életű provincia volt. Annyira rövid életű volt, hogy már amikor elfoglalták, ugye Trajanus ez egy iszonyúan buta akarnok volt. Minden áron valami haditettet akart végrehajtani, semmi értelme nem volt, mert így megnőtt a római birodalom határa, nem lehetett védeni. Ráadásul egy olyan terepet hódított meg, az aranyon kívül ott az égvilágon semmi érték nem volt, aranyuk meg amúgy is volt. Tehát nem lehetett védeni. Tehát már Hadrianus a következő vissza akarta volna, de már presztízs kérdés volt, hogy nem lehetett csak olyan könnyen. És nagyon-nagyon hamar elvesztették. Annyi idő alatt még egy Ceausescu sem tudta volna elrománosítani. A maga, hogy mondjam, jelenkori, hát ilyen tömegkommunikációs bázis. Egyszerűen nem lehetett. Teljesen lehetetlen. Tehát ezek fizikai képtelenségek, ezek már nem csak történetileg képtelenségek. És utána természetesen visszaállt, hát a Dák az egy jól értelmezhető név. A Dag, ezt tudjuk minden török nyelvben, hagya, az hegyet jelent. Ez egy hegyi név. Tehát ez nem hogy mondjam, csak etnikai alapon, hanem a lakóhelyi alapon. Vannak teketurkománok, dakoták, tehát mindenütt a világon ez a Dag szó, ez a hegyre vonatkozik. A magyarul a daganatban, a dagiban, és így tovább, ér tovább. Tehát ez jelen van a nyelvünkben. Tehát ezzel külön foglalkozik Hollós István, tehát ez egy külön, nagyon-nagyon jó könyv. Semmi közük hozzá. Na, minden esetre, tehát ezek már réges-régen föltárt összefüggések, hát itt is most időnként úgy keresztbe beszélünk, elnézést ezért nem fog gyakran előfordulni. Az az igazság, hogy egyiket vagy másikat ezek közül, az alapművek közül nyilván mindannyian olvastuk. Hollós István könyvét nemrégen újra kiadták. Tehát azt jelenti, ő annak a Hollósi Simonnak az öccse volt, aki, ez egy örmény család volt, Korbu névre hallgattak eredetileg, ez a Hollósi Simon alapította meg Nagybányai művésztelepet. Egyébként Münchenben volt kiváló iskolája, Csontvári maga is ott kezdte nála. Tehát ez egy nagyon híres család volt, egyébként ez a Hollós István volt, aki kezdeményezte Rákóczi Hanvainak hozatalát. És hogy ne legyen botrány belőle, végül is nagy nehezen ebből egy állami ügyet csináltak, azért, hogy az élét elvegyék. Tehát ezek nagyon kiváló emberek voltak, kiválóan fölkészült, nagyon-nagyon jó tudású emberek. Egyébként azt hiszem, ügyvéd volt eredeti foglalkozása tekintve. Na, lényeg az, hogy bárka. Na most adva van egy alapvetően nedves közegben. Tehát az, hogy ez pont H2O vagy egyéb, és adva van egy bárka, aminek a hangtani megfelelője azonnal. Micsoda? Na most, ha egy ilyen, hogy mondjam, vizes közegben át kell menteni az életet, és ezt egy nő csinálja, ezt hogy nevezzük, ez milyen burok? Magzatburok, erről az. Tehát ez egy nagyon fontos tétel. Na most ezt tessék nekem mondjuk németül így, vagy latinul, vagy görögül, vagy héberül, vagy mit mondjak még. Szóval itt vannak a gondok, hogy beszélne ez, nagyon beszélne, de mi állandóan latinul akarjuk értelmezni, akkor a vulgátát próbáljuk valahogy. Vagy görögül, akkor a Septuagintát.
vagy héberül, akkor meg a mit tudom én kinek a héber változatát. Például. Tehát egyszerűen nem megy. Nem megy. Így pedig most egyszerűen lehet látni a belső összefüggéseket. Na most mi történik, amikor ebből a burokból ki tudnak jönni? Mi történik akkor? Rögt addig, ne felejtsük el, egyetlen parancs van érvényben, mi tehet? Mi tehet az ember? Csak növények magvait és magokat. Tehát gyümölcsöket, bocsánat, fáknak gyümölcsöket. Tessék elolvasni. Tehát amikor kijönnek, hát azt elfelejtettem itt külön részletezni, amikor kiüzetnek ebből az állapotból, akkor ők bőrruhát kapnak. Azóta vagyunk bőrruhában. Az ez a ruha. Ez a ruha. Innentől. Tehát kell egy bizonyos, hát nem elég az aura önmagában, hanem kell egy ilyen gátló, lezáró felület, ami nem engedi közvetlenül hatni az ártékony erőket. Ez tulajdonképpen egy dezinficiálott terület, tehát ami nem engedi közvetlenül hatni azt, ami ártani tud nekünk. Tehát minden esetre, ha ezen túl vagyunk, akkor itt a bárkából kijövet, az első áldozatát meghozza Noé. És akkor mit kap fölülről? Kap egy ígéretet, hogy többet vízzel nem pusztítják el az emberiséget. Most ahhoz képest ezek a cunamik elég szépen működnek, de lényeg az, hogy tehát nem, és kap egy jelzést erre vonatkozóan. Ez mi lesz? Szivárvány. Úgy van. De van egy olyan mondat, amit nem felett egyszer elsikkadnak. És az micsoda? Innentől kezdve állatok húsát is eheted. Innentől. Eddig nem. Miért? Mert amit eszik az ember, azzá válik. Ha én csak növényi magvakat ehetem, akkor én növényi típusú leszek. Tehát a női karakterem fog fejlődni. Mit tud a nő? Nőni. Érthető? Na most kijön a bárkából, megkapja a lehetőséget, hogy innentől állati táplálékot is vehetsz magadra, tehát elkezd telítődni az állapotszerűséggel. Leállítódik a növekedés, mert partalanná vált, és jön az most állapodj meg. Tehát az ember élet ebből a két fázisból áll. Nekiindulunk, van egy dinamikus fázis, utána leülepítjük ezt a tudást és állandósítjuk. Utána megint nekiindulunk, utána azt megint leülepítjük. Na most akármelyiket spóroljuk meg, retardálunk, visszafejlődünk. Tehát ennek bizonyos ritmusban kellene elvileg az emberiségnél is, de egy-egy embernél is lezajlania. Na most mi történik? Ugye a szöllőt mértéktelenül termeszti, megint növényről van szó, ugye? És a levéből mértéktelenül fogyaszt. Tehát még mindig a női tulajdonság dominál, nem ismer mértéket. Egy valamit tud, azt sokszorozza. Na most mi történik? Lerészegszik, bent van a sátorban, és három fia van. Most a három fiát így hívják, az elsőt így, hogy Kám, másodikat Sém, és a harmadikat Jáfet. Na most, ez a három gyermeke van, ezzel mindjárt fogunk foglalkozni. Na most. Mi történik? Először Kám bemegy a sátorba, és mit lát? Ott van az apuka, és mesztelen. És kimegy, és hát hírt ad a másik kettőnek. Na most, ez a gyerek valamit meglátott, amit a másik kettő nem. Miért? Mert a másik kettő egy köpenyt hoz, hátrálva megy be, és oda nem nézve letakarja. Mit látott Kám, ami miatt úgy megátkozza a kijózanodott Noé, hogy az összes utódjában, azaz bennünk is, meg van átkozva. És alá van vetve Sémnek. Mi volt a vétke? Na most ezt nagyon találgatja a bibliakutatás, és a racionálisabb vonala, ami ott is van a bibliakutatásban, és azt mondja, biztos kasztrálta az apját. Semmi nyoma nincs a szövegben. De Thomas Mann meg azt írja, hogy apja szemérmét látta meg, hát és ezt rettent vissza. Lehet, hogy nem. Mert akkora volt, vagy olyan pici volt? Mivel tudjuk, hogy Noé, ezért miért nem a férfi, nem is szerve. Szóval erről van szó. Tehát
Most az, hogy Thomas Mann mit vett észre, vagy mit nem, illetve milyen irányban próbált a dolgot kikerekíteni, ez hát azért tudni kell. Nem mondja, hogy milyen nemű. Hát igen, igen. Szóval az a helyzet, hogy azért Thomas Mannról tudni kell, hogy milyen származású. Tehát ez nem titok, gondolom, semmiképpen kell. Hát Sémnek a leszármazottja. Tehát lényeg az, hogy ez azért fontos dolog, mert én ezt nem nehézményezem, de ő abba az irányba, hát hogy mondjam, csúsztatja a dolgokat. Kész. Tehát ő nyilvánvaló ilyeneket nem fog észrevenni. Tehát tényleg borzasztó dolog lehet, bemegyek, és kiderül apukámról, hogy nő. Mert itt először derül ki. Tehát a bárkában nem lehetett ilyet, hogy akkor minden esti mosd, nem volt esti mosdás. Tehát egyszerűen nem volt rá mód. Kiderül, hogy megmaradt nőnek. Na most kétféle magatartás van. Az egyik az, amelyik szembesül a valósággal, a másik, amelyik elkendőzi azt. Melyik a Kámé, és melyik a Sémé. És nem csak maga előkendőzi el, a világ elő is. És aki viszont szembesülni tudott a tényekkel, azt pedig szolgaságra veti, és egy életre megátkozza. Tehát ne felejtsük, a tudás egy ószövetségi zsidó hagyományban veszélyforrás. Ezért lett veszélyforrás. Az is, mikor a jó és rossz tudással megismertette a kígyó őket. A kígyó egyébként keleten egyáltalán nem veszélyforrás, sőt a bölcsességnek a kezdeményezője. Sőt a manikeizmusban maga Jézus öltözik kígyó alakba, és ő világosítja föl a gonosz által elzárt emberpárt, világosítja föl arról, hogy benne fénymag létezik, és ezt ki lehet fejteni. A manikeizmus ezt tételesen így kifejti. Írott szövegeink vannak erre. Nincs összefüggés a bárka, más a hangol és a bőr, illetve a bor. De. Bőr és bor is. Nagyon jó a fölismerés. Nagyon jó. A K egyébként általában egy ilyen megerősítő hangot szokott jelenteni, de jelenthet kicsinyítést is, és jelent azzal, hogy én valamit véglegesítek, azzal kicsinyítem is. Egyébként a magyar nyelv tele van gyönyörűbb, ilyen rávezető, hát útmutató sajátossággal. Például azt mondom, hogy valaki nemes. Azt hinnénk, hogy ez a legmagasabb szintet jelenti. Vagy azt mondom, hogy nemiség. Abban a pillanatban, ahogy megjelent a nemiség, valamire én nemet mondtam. Mire? Az egységre. Erről van szó. Tehát nagyon vigyázni kell, mert itt ilyen nincs, hogy csak rossz. Hát ezzel én most visszaigazoltam néhány kijelentését a fiatal barátoknak. Nincs ilyen, hogy csak rossz. Valóban nincs. Hanem rendeltetése szerint tudja a legrosszabbnak szándékozott gondolat vagy tett a legnagyobb jót munkálni. Hát nekem a legtöbb jót a legnagyobb ellenségeim okozták. Mert általában addig gyötörtek, amíg kénytelen voltam egy magasabb szintre emelkedni, és azt mondani, hogy valami oka kell legyen ennek, akkor én valamit túlságosan betokoztam, túlságosan zárt rendszerre alakítottam, kell legyen akkor ennél egy magasabb szintű rendszer, akkor nosza, próbáljunk emelkedni. De ezért van az, hogy mi a halálos ellenségeinkben is tényleg ölelkezésre váltunk el annak idején, halál előtt pár hónappal. De tényleg halálos ellenség volt. Mondanom sem kell, hogy ebből az ágból származott. De a legteljesebb és legőszintébb és legpontánabb. Ez olyan volt, hogy életem végig emlékszem rá. Tehát nagyon, nagyon fontos, hogy itt a gyűlölködésnek semmi alapja nincsen. Az égvilágon semmi alapja. Na, minden esetre a három magatartás forma, három, hogy mondjam csak, nem nemzetet, hanem az emberiségnek három csoportját indítja. Mai napig így kategorizálják. Még a etnográfiának, sőt, hát tulajdonképpen ez nem az etnográfia területe, hanem az embertannak, antropológiának a területén is, Kámita népekről beszélnek, Sémita népekről és Jafetita népekről. Aztán ezt tovább pontosítják, megmondják, hát igen, ez már elavult, de azért mégiscsak így kategorizálnak. Na most akkor ezt, most már csak ezt a hármat. De még a harmadikról nem tetszett beszélni. Mindjárt fogok. A harmadik az ugyanazt a Sémmel együtt megy be, tehát ketten borítja. Tehát őt csak Kámot. Mindent, ami hátrányos, azt Kám, illetve az ő fia Kánaán, és annak a leszármazottai kapnak. Na most itt, ha az ember ezeket
Most itt a K és a H ugyanaz a kategória, akár kisejére, nem is szokták mindig kiírni. És szokták hamitának is, tehát berber hamita például, tehát ezt lehet H-nak is, K-nak is, és nem feltétlenül kell A-val. Az ita, az természetesen már egy képzés nála. Tehát maga az alapszó az a K. Utána jön a sém, és akkor megint az itát tegyük zárójelbe, és itt pedig a Jáfret ita. Így. És ez a három vonal, amelyik az emberiséget legalábbis ezen a biblikus alapon, hát ma is beoszthatóvá teszi ez a háromfajta minőség. Na most a semminél, hát a semminél egyértelműen olvasható magyarul. Az, hogy semmita, azt a mai, még a mai magyar jogi nyelv is úgy mondja, hogy egy semmitő székről beszél. Ez egy előző program semmisítése, semmítése. A régi magyar nyelvben nem semmisítettünk, semmitettünk. Hát mondom, még a jogi nyelv máig őrzi. Nem semmisítőszék, semmitőszék. Tehát az addigi rossz eredményt ez a semmitőszék semmisíti, és utána lehet újra tárgyalni a dolgokat. Ez egyértelmű. Na most, a jáfetitáról minden óvodás azonnal jelzi. Ez mi? Ez a javító program. Tehát az, hogy a Jáfet és a Javít az egy szó, hát az F és a V, ez a PBVF, ez ugyanaz a kategória, ez a pöfögös kategória. Vagy a bilabiális, illetve a dentilabiális explozíva, ha most nagyon tudomásan akarok fogalmazni. Tehát ez a javító. Most itt nem kell ismételni mind a kettő T, tehát ilyenkor összevonjuk. Ez egy teljesen szabályos olvasati mód. Tehát ez a javító. Ez nyugodtan lehet semmitőnek, mert ha semmitából indulok ki, akkor ez semmitőt jelent. Ez a javító, és akkor ez micsoda? Ez nagyon lényeges, mert ez egyszerre lehet kimeneti, és egyszerre lehet kimentő. Mind a kettő lehet. Vegyük kimenetinek, és abban a pillanatban látjuk, hogy itt mindenféle energiagazdálkodásra jellemző, hogy mondjam, három fázisú folyamatról van szó. Az első a kimeneti fázis, ami még valószínűleg nem lesz jó. Ez a próbálkozás fázisa. Mikor kiderül, hogy miért nem jó, akkor jön a semmitő fázis, és a harmadik a javított fázis, amelyik aztán a hiteles a jó. Nem tudom, érthető-e? Igen. Tehát az emberiség ebben a három kategóriában működik, ha tud róla tudatosan, ha nem tud, nem tudatosan. Hadd írjam föl még, jó? Tehát ki, me, na most ez az M és az N ugyanaz a kategória, akárhányszor akarom ismételhető. Tehát ez megint az alapszabályok közé tartozik. Tehát kimentő is lehet, de kimeneti is lehet. Mind a kettő lehet. Nagyon lényeges, hogy egy bizonyos veszélyhelyzetből, vagy egy alacsonyabb rendű szintről kell kiemelni. Tessék, parancsolj! Hát csak annyit szeretnék mondani, hogy ha az ember valami új dologgal találkozik, ez zajlik le. Így van, pontosan. Tehát bármilyen hétköznapi cselekvésre gondolunk, ha egy új receptet kipróbálunk a konyhában, vagy akármi, ugyanez. Igen, ez az a módszer, ami már tényleg emberi szinten zajlik, nem vagyunk tévedhetetlenek. Valószínű, hogy az első lépésünk az bukással fog végződni. Tehát amikor a gyerek elindul, hát ugye hozzászokik, hogy mindig két ölelő karma megy. Na most abban a pillanatban, hogy én eltávolodom tőle, elindul, azt hiszi, hogy már minden megy, és persze, hogy bukik. Semmi gond, utána újra föláll és megy. Tehát utána jön a javított program, hogy hoppá, mégse ilyen egyszerű az élet. Tehát minden esetben mindegyiknek megvan a maga szerepe. Na most innentől kezdve viszont bejön a magyar őstörténet. Ugyanis a magyar őstörténetet, a saját hagyományunk, tehát ez a krónikás hagyomány, amihez csatlakozik oldalirányból Anonymus, aki nem krónikát írt, hanem gesztát, az egy más műfaj. Tehát a Anonymusnak a hagyománya és a krónikák, amiből legalább 10 van, tehát vigyázat, a krónika, amit mi a képes krónikában kapunk legdíszesebb, legkimunkáltabb formában, az egy 10 krónikából álló családnak a legreprezentatívabb tagja. Ezek közül vannak, amelyek korábbiak nála, és vannak, amelyek későbbiek, de ugyanazt a szöveget őrzik. De ezt gondolom nem tudták eddig, mert nem nagyon szokták hangsúlyozni, hogy itt nem arról van szó, hogy egy valami megfogalmaz egy hagyományt, aztán hát ez egy a sok közül, de lehet másra. Nem erről van szó, hanem ez a gerince a magyar hagyományozásnak, ami egészen Mátyás koráig, még a budai krónika, ami már nyomtatásban jelent meg, még mindig ezt a szöveget adja.
Tehát Mátyás királyig töretlen ez a hagyományozás. És már a nem kézzel írott, nyomtatott, tehát aránylag nagy példányszámban terjeszthető, tehát a király közvetlen köréből már kilépő nyomtatás, tehát a könyv készítés, már még ez is ezt a hagyományt adja. Tehát itt nem valami elszigetelt, hát hogy mondjam, tudástörmelékről van szó. Na most csak két ágból származtatják a magyarságot. Van, amelyik a Kám vonalból, ennek a fia Kus, annak a fia Nimród, tehát ez a vonal. És akkor van az, amelyik a Jáfet fia, és akkor általában Tanát szokták közbeiktatni, és onnan Magóg következik. Mind a kettő a magyarság vonala. Amikor Mátyás korában már tudós, tehát azt jelenti, hogy külföldön is kiképzett, nem csak hazai hagyományra alapozó magyar tudós írja az őstörténetet, őt Turóczi Jánosnak hívják. Tehát ő tényleg magyar, ő nem olyan, mint a többi, mondjuk egy Bonfini, vagy egy Galeotto, aki, vagy egy Ranzanus, akiket Itáliából hoz be. Mátyás, ők tényleg magyarok, tehát ő, mármint Turóczi János. És ő hangsúlyozza, hogy mind a kettő jelen van a hagyományunkban, de nem értelmezi, tehát magyarul nyilvánvalóan nem próbálja meg, hát ő is klerikus, tehát egy másfajta nevelést kapott. Egy biztos, soha bennünket a semmitő hagyományból nem származtatta. Ez nagyon lényeges dolog. Magyarnak nem az a feladata, hogy semmisítsen, hanem az a feladata, hogy teremtsen. Teremtsen. Az, hogy elsőre nem sikerül, majd lesz, aki semmit. Ne féljünk sem. De célba érni is csak a magyar tud. Semmit és árán soha még érték nem született ebben a világban. Tehát legyünk nagyon büszkék, mert mind a két vonal eleven vonal, de egyik sem a másik rovására történt. És ezek tényleg nagyon fontos figyelmeztetések, mert ezt nekem soha nem lehet se latinul, se görögül, se héberül, se nem tudom kínaiul kiolvasni ebből a hagyományból. Pedig jelen van benne, és ordítóan van jelen. És nem véletlen, hogy idáig kötik le a magyar őstörténetet a krónikáink. Nem mennek tovább. Tehát már a nő szakaszában nem mennek tovább. Tehát ahol az óriások jelennek meg, vagy ahol a testvérgyilkosságon, és itt tovább, és itt tovább. Most Káinnal, Ábellel nem foglalkoztunk, mert mindenre tényleg nem lehetett kitérni. Azok is beszélő nevek, hogyan? Kontraszelekció. Igen, igen, szó szerint. Szó szerint. Professzor úr, ha az itát egy pillanatra megmagyarázza meg. Ezek a képzők, ezek nem magyar képzők. Nem. Nem, itus, itá, itum. Ezek állja, mert a nővéremet azt a itának írta. Hát igen, de ez nem önálló elem itt. Ez nem önálló. Nem, na ezek azok a módszertani gondok, amikkel általában. Ez a nemzetségbeli hovatartás. Igen, itus, tehát ez egy latinos végződés. Igen. Egyébként lehet magyarból is magyarázni, tehát a T betűnek, nagyon szépen elemzi a T betűnek a jelentését Végvári József, épp ebben a tanulmányában. És éppen itt mutatja ki, hogy mennyire nagyon fontosak ezek a belső összefüggések a magyar nyelvben. Ez egyszer a tárgynak a ragja, egyszer a múlt időnek a ragja, az, hogy erősen ejtjük, nem azt jelenti, hogy két T. Azt jelenti, hogy erősen ejtjük. És ez azt jelenti, hogy tárgyasulni a múltban tud tárgyasulni valami. Tehát ahogy a múlt felé megyünk, úgy válik folyamatból állapottá. Tehát így hagyjuk el. Na most ilyen nincs más nyelvben, megint, hogy félreértés ne essen. Ez egy nagyon jól értelmezhető folyamat. Ezt én annak idején még a képírás elemzésekor részleteztem tovább, de elég annyit tudni, amennyit Végvári József leírt. Nagyon szépen fejtegeti. Na most egyetlen dologra térnék még ki, mert tényleg elment az idő, és azt is csak azért részletezném, hogy érezzük, aki olyan tanácsot ad nekünk, hogy dobjuk ki az ablakon az Ószövetséget, az nagyon rossz tanácsot ad. Itt nem arról van szó, hogy dobjuk ki, hanem arról van szó, hogy a kulcsszavakat próbáljuk megérteni. Tehát megérthetem én úgy is, hogy elolvasom, hogy a bibliai lexikon mit mond róla, és akkor megtudom, hogy mondjuk egy héber mit tud kezdeni a Noé névvel. Nagyon érdekes a dolog. De engem speciál az is érdekel, hogy magyarul mit mond. És kiderül, hogyha ezt én tartósan csinálom, hogy gyakorlatilag nincs a Genezis könyvében olyan jelentős név, amelyik magyarul ne szólaltatható lenne meg, és ott az egészet a fejlődési, tehát
egy dinamikus működésrend keretében tudom értelmezni. Míg ellenben, hogyha én a latint, vagy a görögöt, vagy a hébert nézem, ott mindig valamit arra és csak is arra az állapotra vonatkozóan, hát vagy elfogadom, vagy nem, de arra mond, tehát egy statikus képet ad, mozaikszerűt, ami sehogy nem akar értelmileg összeállni, erre mondani, hogy nem megérteni kell, gyerekek, hinni kell. Az, az a hit, ami az értelem rovására történik, az annyit ér. Az igazság szabadokká tesz benneteket. Ezt nem én mondtam, ezt Jézus mondta. Ismerjétek meg az igazság szabadokká tesz benneteket. Itt nem az van, hogy ne törődj az igazsággal, higgyél, itt egész másról van szó. Na, minden esetre onnan kezdem, hogy Ábrahám kijön Úrból. Hát adva van ugye egy Ábrahám név, és akkor mi ezt a vonulatot következőképpen folytatjuk. Ugye itt Izsákkal folytatjuk. És itt pedig, ez egy I betű. És itt pedig Jákobbal zárjuk le. Jákobot azt szépen megharcoltatjuk egy angyallal. Angyal szépen megüti a csípejét, innentől kezdve sánta lesz. Így van, nagyon helyes. Tehát, és innentől kezdve már nem Jákobnak nevezik, hanem Izraelnek nevezik. Innentől kezdve Izrael története indul el. Így van, tessék elolvasni. Majd lesz 12 fia, ebből lesz Izrael 12 törzse. Na most, ez a hármasság, Ábrahám, Izsák, Jákob, ez a keleti kereszténységben, ami ugyanolyan judeokrisztianizmus, mint a nyugati, csak másképp festi ki az arcát. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben meghatározóan van jelen, mégpedig, mint az üdvösség letétenése. Tehát ha valaki azt akarja jelezni, hogy üdvözült az illető, akkor azt mondja, Ábrahám kebelébe tért meg, és ilyenkor ezek ilyen monasztériumoknak, tehát pravoszláv kolostoroknak, vagy ortodox kolostoroknak a falképeiben, vagy ikonokon számtalanszor jelennek meg. Én magam rengeteget fényképeztem Bulgáriában, mert ugye ott jártam többet. Hogy tudnék, ott ül a három alakzat, teljesen egyformára alakítják, három öreg úr, mind a háromnak így az öle, így, mintha egy ilyen krumpli hámozó öregasszony volna, kicsit szétnyitva a két lába, és itt a kötény helyett a köpenye van, és abban vannak ezek a kis csemeték, ilyen kis fejek sorakodnak benne. Tehát ez az Ábrahám, Izsák, Jákob hármasság, mint az üdvösség záloga. Most én ahányszor láttam, mindig egy ilyen kis gonoszkodó mossa mondtam, hogy nektek legyen mondva. Ezt ismerjük ugye németül, ez a Dirge Zeit, Tehát ha neked ott olyan jó, akkor legyen ez neked az üdvösség. Én ki tudnék találni egy jobb helyzetet is, de nem vitatom. Tehát ha te úgy gondolod, hogy neked ez a legjobb, legyen neked a te hited szerint, természetesen. Tehát ez annyira egyértelműen jelzi, hogy számára ez a meghatározó vonulat. Igen ám, de megjelenik a mi népi műveltségünkben egy olyan ábratípus, amelyet az Ábrahám áldozata, vagy az Izsák feláldozása címen tartanak nyilván. Ez hímzések egy csoportja, a csiki székelyeknél jelenik meg ennek az ős változata, de teljesen elterjedt. Az egész felvidéken megvan, hol keresztszemes hímzésben, hol szálánvarrott, tehát ugyanaz gyakorlatilag, mint a keresztszemes, és rececsipkében is, aminek ugyanolyan a textúrája. Az már felvidéken inkább. Egész pozsonyi, egyetlen hatalmas menetben, de szemmel láthatóan megjelent ez bent is, csak itt nem maradtak fönn emlékei. Ne felejtsük el, a hímzés az nem olyan időtálló. Tehát itt naponta mennek át előbb törökök, utána visszafelé már söprű, az nem török, hanem német. Egyfolytában fölégett minden. Tehát akkor hogy maradjon meg egy hímzés? Tehát nyilvánvalóan több maradt fönn a periférikus részeken, Erdélyben, felvidéken, hegyek között. Ez nem azt jelenti, hogy csak ott volt meg eredetileg. Na most ebben három alak szerepel, van egy magas figura, van egy alacsonyabb és egy másik alacsonyabb, ezek pontosan azonos méretűek. Itt van egy fa, egyértelműen életfának nevezhető, túloldalán ugyanezek jelennek meg szimmetrikus elrendezésben, itt pedig van egy visszaforduló fejű ilyen állat, ezt lehet jónak is, lehet kecskének is nevez, és itt megint egy fa. De ez nem ugyanaz a fa.
Tehát ez szemmel láthatólag egy körkomponit, megint megjelenik az állatalak, és... bocsánat, ez pont... De jó az. Na, hogy lesz ebből? Így, igen. Valahogy így. Csak egy kicsit távolabb. Na, gyere már. Így valahogy. És akkor így megint jönnek az emberalkok. Tehát ez szemmel láthatólag egy körkompozíciónak a maradványa, mert sikva vetítve maradt ránk. Feltételezhetően egy ilyen körtemplomnak a belső díszítéséhez tartozott. Tehát nem kívülről vett körül egy hengert, hanem belülről vett egy henger alaprajzú, vagy kör alaprajzú körtemplomot, egy ünnep rotundát. Na minden esetre három alak van, ez itt föltart valamit, itt egy angyal, itt egy ugyanilyen angyal, innen indul ki, pontosan ugyanilyen, és innen a kezéből, mind a két kéz van, innen ragadozók jelennek meg, ilyen oroszlán vagy kutya alakú, amelyek itt átmennek az egyik angyaltól a másikig. Na most, a másik kezével pedig ide hozzáér ennek az elsőnek a fejéhez. Ennek a szájából egy ilyen gyönyörű inda jön ki, aminek a tetején egy kerek virág helyezkedik el. Négyszer szírma egyébként. Virág. Innen a kezéből csak a keze ábrázolódik, csak. Hát egy kicsit nagyobb, mondjuk idáig. Abból egy ilyen irányú tulipánszerű virág jön, és innen a nemi szerve tájra egy ugyanolyan. Tehát jól jelezve van az övvonala, és jól jelezve van a nyakvonala is. Ez azt jelenti, hogy három szinten teremt. Ez a szellemiség szintje, ez a lelkiség szintje, ez a testiség szintje. Itt igével teremt, és teljességet csak igével lehet teremteni. Tehát ez maga a kerek. A virág az magyar nyelvterületen mindent világot jelent. Tehát itt nincs mellébeszélés, a virág, ha kiteljesedik, kiteljesedett világról beszél. Ezért van az, hogy annyi a virágdíszes kazettás mennyezet. Tehát ez a világ működésről beszél. Ha növényi jellegű, természetesen a növekedésben vagy folyamatban működő világról ad számot. Na most ez nem olyan értelemben világ, ahogyan ma beszélünk róla, tehát világproletáriai egyesüljetek, hanem az a világ, amelytől megfosztva az embert világtalanná válik. Na most az mi? Az a fény által nyilvánuló világ. Tehát ez azt jelenti, hogy világosság, mint olyan. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én virágot kiteljesedésben látok, akkor egy fény által nyilvánuló világnak a teljessége jelenik meg. Igen ám, de teljességet csak szellemi értelemben lehet elérni. Ez egy alapkérdés. Tehát ez azt jelenti, hogy ez csak ígével jöhet létre, mint hogy a világot is ígével teremtették. Nem csak a Genezis könyve szerint, mindenütt, ahol kialakult világképről vallanak a vallások, ott mindenütt ígével teremtik. Nem festegetik, nem szobrintják, tehát ígével teremtik. Ez azt jelenti tehát, hogy ez az igével való teremtésnek a szintje. Ez egyébként a kétféle szín közül, ez csak kétféle szint alkalmaz, feketét és ezt az egész világos kéket. Az éteri tulajdonság, tehát a szellemi megnyilvánulásnak a szintje. Ez csak azzal jelenti. Ezeket már feketével, tehát a lélek szintjén egyetlen teendőnk van, az micsoda? Adni, adni és adni. Tehát ez nem teremtés, ez a teremtett világ alakítása. Itt már van teremtés. És ugyanezt csinálja a test szintjén, na most micsoda? Hát erre mondják, hogy hát biztos a nemzés. Honnan veszed? Hát mert izsák. Honnan veszed, hogy ez izsák? Hát mert ezt tanítják. Na itt van a baj. Ugyanis ebből majd csak később lesz férfi, ha férfi lesz, akkor ez majd nemzés lesz. Ha ebből nő lesz, akkor ebből szülés lesz. Mindenképpen innen fog kijönni, egyébként ezen ilyen ruha van. Mind a hármon. Tehát ez azt jelenti, hogy itt még a nemileg megkülönbözőletlen életről van szó. Mind a három esetén. Tehát egy olyan állapotáról vall a világnak, ahol ez nem Ábrahám, a kezében pedig nem kard van, hanem egy olyan kosárhatást előidéző eszköz, ami maga a firmamentum, tehát az égbolt, amely óv bennünket attól, hogy nagyon nagy erők pusztítva be tudjanak jönni. Ezt magyarázza a héber hagyomány kardnak, és az egészet hogy magyarázza, hogy mindjárt el fogja pusztítani ezt.
Nem tudom én. Igen, de ő a harmadikat ki is hagyja. Csak kettőről beszél. Na most ez viszont, itt jön egy olyan levél, amelyik túl van részletezve, de egészen katasztrofális, előtte pedig egy ilyen lépcsőzetes kialakítása van a hímzésnek. Tehát van egy merev sokszorosítása az életnek, és van utána egy teljesen sztoasztikus, tehát egy szertelen változatosság. Ez a kettő egy valaminek két oldala. Tehát azt jelenti, hogy nem a saját tengelyben megy az élet, hanem hozzá képest kilengés történik. Az egyik egy végletes mechanikus sokszorozás, és a másik egy azzal szorosan összefüggő szertelen változatosság. Az egyiknek ugye a napi beosztású, napi 8 óra, azon belül tovább tagolt szigorú rend, hogy teljesen érdektelen, hogy nyáron vagyunk, télen vagyunk, tavasszal vagyunk, ősszel vagyunk, hogy kiknek mi a személyadottság, teljesen mindegy, ugyanazt a mechanikus rendet viszi rá. A másik pedig, amikor na jó, akkor most lazíthatsz, mehetsz a diszkóba. Nem tudom, érthető-e? Tehát ez nem, hogy javítani a helyzeten, fölerősíti mind a kettőnek a negatívumát. Na most ez a rendszer, ez olyan, amit nem lehet egy határon túl hagyni. Miért? Azért az egész életet elpusztítja. Tehát mit kell csinálni? Itt kell közbeavatkozni. Tehát ő sem kezével nem teremt, megvan a keze, de nincs benne semmilyen virág, sem itt nem teremt, hanem mit csinál? Még az orra sincs meghímezve, tehát majdnem állati a megjelenése, hanem kitátja a száját. Tehát mit fog csinálni? El fogja pusztítani. És abban a pillanatban kiderül, hogy ennek semmi köze nincs az Ábrahám, Izsák, Jákobhoz. Hanem itt van egy teremtő erőképviselet, itt van egy fenntartó és igazgató, ugyanis a pusztítva újra teremtőt igenis igazgatni kell. Mert ha az elszabadul a világban, akkor annyi neki. Tehát ezt igazgatni kell. Na most ez a hármasság, ez úgynevezett Trimurtiként jelenik meg Indiában. De Indiában ehhez képesti, tehát ilyen beszédes, ilyen jól értelmezhető soha, soha nem jelent meg. Mindig túl részletezik, mindegyikről túl sokat mondanak, teljesen fölöslegesen. Miért? Mert a nyelvük nem tudja megszólaltatni. Tehát túl kell részletezni. Na most, ha én így értelmezem, akkor ő neki itt a teremtő erőnek mi a neve? Brahma. Hát nyilván hallottunk már róla. Hát mindegyiket hallottuk már. Na hát erről van szó. És abban a pillanatban látom, hogy hoppá, itt bajok lesznek. Miért? Azért, mert ez zsákutca. Érthető? Na most, Izsákkal egyszerre indul el, sőt vele hozzá képest valamivel hamarabb, de nem echte zsidó vonalból, hanem goly vonalból, tehát Hágáron keresztül. Kicsoda? Izmael. Na most, ha én leírom az Izmaelt, akkor az élt mindjárt zárójelbe tehetem. Jézus nem ezt mondta a keresztfán? Éli. Ő ezt mondta. Éli, láma sabachtáni. Ez pontosan ez. Hát erre szoktak hivatkozni, hogy valaki közvetlenül a földi pályafutása lezárulása, tehát a földi halála előtt csak a saját Istenét hívja. Na most ő nem a zsidó Istent hívta. De nagyon vigyázz. Éli, láma sabachtáni. Ez az élő, egyértelmű. Tehát ezt én azért nem is részletezem, mert itt most megint egy másik irányba indulnánk el. Ez az Isma, ez megint semmi köze nincs természetesen a Izsák vonalhoz, és ennek megvan a maga megfelelője. Előtte szokták a hát alkalmazni, de a há az tipikusan az úgynevezett hiátus töltő hangok közé tartozik, tehát ha előtte is magánhangzó van, akkor vagy a jét, vagy a hát, vagy a vét alkalmazunk. Most ők általában hát alkalmazzák, akkor is, hogyha kezdi a szót. Ezt a görög még nem is jelezni szokta, csak egy ünnepet hehezetet tesz oda eléje, tehát az nem is betűként jelölődik. Na igen, ám, de ez vé is lehet. És akkor mit kaptam itt? Teljesen pontosan valaki változat. És akkor kapom meg a fenntartó és igazgató erőt. Na most a harmadik megint nem Jákob, mert ez már a zsákutca, hanem Jákobnak van egy testvére, akitől ő elorozza az elsőséget. Csalással, szó szerint nem is szokták, hogy mondjam, szépíteni a dolgot. Na hogyan?
Hát most ezt nem a hogyanját kérdezem, hanem ki ez a testvére? Ézsau. Igen ám, de Ézsaut azt Hisavnak írják le. Természetesen Siva, egyértelmű. Tehát a pusztítva újra teremtő erőnek Siva a megfelelője. Tehát azt jelenti, hogy létezik egy másik vonal, amit nem zsákutca, ahol itt Hisma, mert ezt akkor így írjuk le, ez az Izmael, itt pedig ugye Hisav jelenik meg. És ennek a hangalaki alakváltozat az, ami Indiában fönnmaradt, ami a Hisma helyett ugye Visnut mond, és a Hisav helyett pedig Sivát mond. Na most nálunk ez a vonal maradt fönn. Mégpedig nagyon szépen, rengeteg változattal. Nem is tudnak vele mit kezdeni. Tehát egy nagyon fontos dolog, jelenleg a világ elábrahámosodott, nem tudom, észrevettük-e. Nagyon nagy baj. Nagyon nagy baj, végveszély. Tehát akinek fönntartani, igazgatni kellene, az pusztító erővé vált. És ebből egyetlen út van, mert itt nincs vége egy történetnek, hanem itt közvetlenül kell beavatkozni a teremtő erőnek. Tehát ez már egyenesen fölülről jön. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem lenne ez a közvetlenül fölül jövő erő, mi már régen nem lennénk a világon. Tehát a magyarság sorsa egy elábrahámosodott világban az olyan, ami ennek itt sokan érzékelik, hogy na, akkor sírjunk egy nagyot együtt. Nem kell sírni. Ha tényleg csak ezeken a hétköznapi körülményeken múlna a magyarság sorsa, már régen nem lenne magyar a világa. Tessék már egy kicsit ébredezni. Tehát a mi sorsunk nem innen indukálódik a Földről. És igenis működik, pont arra figyelmeztet az Ábrahám má vált Brahma történet, hogy vagy fölülről várjuk a segítséget, vagy sehonnan nem fogjuk megkapni. De nem társadalmi értelemben fölülről, hanem kozmikus, sőt, üttörténeti értelemben fölülről. Mert onnan viszont megkapjuk. Kérni kell, és meg fogjuk kapni. Tehát az, hogy egyáltalán ma magyarul beszél a világon, és annyi van belőle, hogy soha ennyi még nem volt magyarban. Azért ne felejtsük el, 15 millióan vagyunk. Ez nem kis nép. Hát nem kis nép, még az is, ami itt él a európai térségben. Hát még ez se kis nép. Hát csupa kisebb néppel vagyunk körülvéve. Tehát itt szó sincs, egyszerűen hazudnak rendületlenül. Kis ország, kis nép. Tehát itt vagy komolyan vesszük azt, hogy megváltó szerepe van a magyarság, és akkor nem síránkozunk. Vagy nekiállunk síránkozni, legközelebb jövő papírszalvétával, majd szétosztjuk. Tehát nem lehet, vagy papírzsebkendővel, mit tudom én melyiket használni. Tehát itt most ne is részletezünk, abban a pillanatban részletekben megyünk bele, már a dolgok elcsúszhatnak. Itt nagyon pontosan lehet látni az alapvető tendenciákat. Na minden esetre akkor ennyit, mert már rég kifogyott minden nyersanyag, gépi demokrácia teljesen csődött maguk. Tehát eddig eljutottunk, egyet szeretnék még a legvégén tisztázni, ennek most, tehát ennek a fővonulatnak, tehát nem a zsákutcának, annak van-e köze a magyar őstörténethez? Van-e vagy nincs? Ez most tényleg alapkérdés. Elnézést az állatok ott. Ja, hát ez az egész évköri keretben is értelmezhető, mondom sem. De hát az csak egy olyan lábjegyet, hogy itt vagyunk. Nem csak, vigyázat, mert ezért válhatunk ám. És ez a téli napfordulónak a jelzése, nagyon vigyázni kell. Tehát itt ha én ezt a rendszert megbontom, a teremtőröt visszafogom, ide fogok visszacsúszni. Nagyon-nagyon vigyázni kell. És nem véletlen a téli napfordulós állatot hozzák. Tehát az az, ami a legszűkebb fizikai környezetben is meg tud élni. Tudjuk, a kecske az aztán, ha van egy ekkora kis sziklacsúcs, mind a négy lábban megáll rajta. Tehát én láttam ilyet, ez nem vicc, amit mesélek. A tasszili fensíkon igen, a nullából megél hónapokig. Mikor előle már a papundekliket, amiben vittük fel az élelmet, a szamarak ott tették meg az orra előtt. Néztem, mit fog ez enni? Ezek fekete kecske, és aránylag jó húsban van. És semmiféle élelem ott nincs. Ott homok van, és kő van. Semmi, de elsősorban kő. Mi teszi? Ő tudja. És virul. Na most ez a kecske. Tehát fizikai, vagy minden biológiai értelem hihetetlen a szívossága. Na de ott meg is áll, és elképesztően energiaszegény. Tehát ha én egy kecske típussal
meg fél óráig együtt vagyok, én utána már mankóval megyek haza. Hát olyan, olyan mértékig szívja, nem tehet róla. Iszonyan energia szegény. Hát ne felejtsük, a téli napforduló, sehol energia. Tehát ő abból él, hogy kizabálja a tányéromba az utolsó falatot, nem érdekli, hogy én még nem ettem. Abszolút nem érdekli. Egy maradj fönn, ez az egyetlen parancs, ne törődj semmi mással. Annyira kevés az energia, neked ahonnan tudod, meg kell szerelni. Ez a kecske parancsa. Jelenleg kecskék irányítják a világot, nem tudom, észrevették. Tehát nagyon nagy veszélyem elkecskésedni. Mert a négy lábú, hát ez a félig nyúzott bakkecske például. Tehát igen. A magyar mesekincsben, és úgy hazudik, ahogy a szája kifér. Tehát a hazugságra épül fel az egész stratégiája. Mutatja el a lovat? Nem, az a szürke lónak, az a szürke ló. Egy darabig párhuzamosan fut a két mese, de ez a félig nyúzott bakkecske, hát ez aztán végén ez elég sanyarú sors. Nem én kívántam neki, de miután jogcím nélküli, hogy mondjam, lakásfoglaló is, mert ugye bemegy a róka hát lyukába, hát végül is hát kis sündisznó kiugratja, és hát onnantól kezdve széttépik az állatok. Szóval erre a tulajdonságra nincs szükség. Szóval a hazugságra nem lehet fölépíteni egy tartós életet. És arra, hogy én a másikét jogcím nélkül elfoglalom. Úgyhogy ez a trend, ami most a világban van, ez most haláltáncát éli, hát nem tudom, észrevették-e, de hihetetlen, szóval ilyen mértékig aljasnak, ilyen mértékig pofátlannak, nincs más kifejezés. Hát tessék menni, miket jelentenek be. Úgy naponta. Szemben, hogy azt mondja, nem sül le a bőr a pofádról. Hát te is tudod, hogy hazudsz. Hát miért hazudsz? Hát mert még egy napot nyertem vele. Kész. És az alatt még egy kicsit összeszedek, utána úgy is megyek egy következő helyre, de már nem tudnak hova menni a világba. Mindenütt ismerik már őket. Hát még ezelőtt egy fél évszázada elmehetett Dél-Amerikába, már ott is ismerik. Elmehetett Új-Zélandra, ott is ismerik már. Mindenütt megcsalták már az emberiséget. És durván, és aljasul. De azért mindenhol menekülni kell valamilyen módon. Nem lesz hova, tessék már egyszer felfigyelni. Nem lesz hova. Hát addig tudnak menekülni, amíg nem ismerték ki őket. Hát ez az, hogy én nem kívántam, hogy a róka lyukából kiugrott széttépjék az állatok. Magyar mese pontosan jelzi. Széttépi. Ez nem azt jelenti, hogy a kecske soha nem javulhat meg. Van olyan a Táltos kecske című mesénk, ahol hát elég gonosz, meg elég nyavaját, de végül is mégis a jót segíti. Tehát nem azt jelenti, hogy minden kecske típusú kiírtandó, de amikor ő elvadul, és tényleg elburjázik, utána nincs mit tenni. Nincs mit tenni. Az állatvilág nem tűri meg maga közt. Állapot, szerűvé, hazugság nem vállalt. Az alkalmi, hogy mondjam, előnyt biztosító fogás lehet, de nagyon nonot mondám rá az egész állatvilág, hogy nona, azért ezt nem lehet gátlástalan. Na ennyit, de hozzáteszem, a Táltos kecskét is olvassák el, ne csak a félig nyúzottat, hogy érezzék, a magyar mese az nem személyválogató. Tehát nem azt mondja, hogy ez az állat, ez eleve rossz, és csak is rossz lett. Nem így van. Attól függ, hogy viselkedik. Na, lényeg az, hogy adva van, tehát most írjuk föl így, hogy BR, HM. Aztán, hogy most az Ábrahámnak, vagy Brahmának, most ebben a szempontból mindegy. Akkor itt van, most írjuk föl a VS, tehát ez most a Vishnu nevet. Úgy van, és akkor jöjjön a harmadik, az pedig legyen az S és V. Ezt lehet egyébként S-nek is, tehát a sziszegősöket elvileg bárhol. Na most ebből mi lesz? A B-ből lehet V. Ebből mi lesz? Ebből mi lesz? Ebből lehet N. De lehet várkony is, vagy várhú. Tehát ez az egyik összetevője a magyarság. Nincs külön avar. Ez egy és ugyanaz. Az avar és a hun az egy és ugyanaz. Tehát éppen azért nincs hun leletanyagunk, mert mindent avar néven tartunk nyilván. Ugye? Egyszer nincs hun leletanyag. Tehát ilyet még nem produkált a történelem, hogy világbirodalom, és nincs művészeti leletanyaga. Sír leletekben van néhány ilyen üst, meg van néhány cikáda, fibula, viszlát. Hát ilyet a világon nem produkált. Viszont az úgynevezett késő avar műveltség meg tele van gyönyörűbbnél gyönyörűbb emlékkel.
Hát persze, mert oda csoportosították. Ugye addig vallatták, míg bevallotta, hogy ő avar és semmi köze nincs a honhoz. Hát ezek már így zajlanak. Na most ez tehát egy és ugyanaz a kategória. Ez minek felel meg? Ez lehet B, tudjuk. BV váltás van. Ez lehet egy. Persze, egyértelmű. Na most a besenyőkről, amiket nekünk tanítanak, hát az már krimibe illik. Tehát a besenyő az összetevője a magyar nemnek. Itt szó nincs arról, hogy besenyő püföltek, így aztán kényszerűségből bejöttünk ide, és egyáltalán ez az egész elmélet, hogy itt van mondjuk az úz, akkor itt van mellette mondjuk a besenyő, itt van a magyar, és akkor elkezd működni az úgynevezett, minek nevezik ezt? Dominó el. Ez eldől, ugye? Ő az erősebb, ez tehát megtizedeli. Na most ez miután megtizedelődött és legyengült, tehát olyan vakmerő lesz, hogy a meg nem tizedelt és legyengült szomszédját majd el fogja űzni. Már itt látja az ember, hogy te ne figyelj, hát mást hazudjál már, hát ne ilyen idióta dolgot hazudjál. Hát ezt ki fogja elhinni neked? Hát majd azt fog túlélni, aki elhitte. Érthető? Hát erre való a felvételi vizsga. Nem hiszi el, be se kerül az egyetembe. Nagyon egyszerű a helyzet. A nyilvánvaló ostobaság. Most ez is ugye miután meggyengült, tehát erőre kapott, természetesen legyőzi ezt a legyen ez mondjuk a magyar, természetesen elpusztítja a felét, meg harmadát, meg egyebet, ez így legyöngülve akkora vérszemet kap, hogy a Kárpát-medencét, ami Eurázsia legjobban védhető egysége, egyetlen menetben elfoglalja. De nem azt mondják, hogy egyik üzte a másikat, tehát félt a másikat. Nem, ezt mondják, legyőzte, nem, tessék csak utána nézni pontosan. Legyőzte. Elpusztította szállásukat, amíg máshol voltak, például a magyarok, a besenyők bizony elpusztították a szállásukat, sőt a nőket meg gyerekeket, az öregeket legyilkolták, úgy bizony. És akkor ennek alapján ugye azt kellene hinnünk, hogy ide csak férfiak, ilyen nagyon-nagyon, hogy mondjam, űzött kanok ide bejöttek, kit találtak, szláv anyukákat, tehát mi tulajdonképpen kik vagyunk? Szláv. De hát akkor miért nem szlávul beszélünk? Hát az anyukák, ugye, szóval az a helyzet, hogy na, és akkor itt jön aztán a... Gyakorlatilag semmiféle különbség nincs a női populáció és a férfi populáció csontállománya között. Ez a antropológiának alaptétele. Nincs külön ilyen, hogy szláv típusúak a női csontvázak, és viszont turanit típusúak, tudom én a férfi. Semmi mesehabban. Szó nem volt semmiféle ilyen űzött kanok, akik hát nem tudván hova menekülni, a Kárpát-medencét röptében elfoglalták. Utánuk legközelebb a Kárpát-medencét keletről a Szovjetunió vörös hadserege tudta elfoglalni. Valószínűleg őket is űzték keletről, besenyő. Tehát, hogy érthető legyen, itt nem olyan dolog ez, hogy a Kárpát-medencét elfoglaljuk, hogy nem volt máshová kiút. Meg ilyeneket is hallunk, hogy hát ők tulajdonképpen nem is ezt akarták elfoglalni, hanem Itáliát. Miért foglalták volna? Miért? Hát minden forrás egyértelműen jelzi, Attila örökét jöttek visszafoglalni. Vissza. Minden forrás teljesen egybehangzóan. 1800-as évek második feléig. Mire született? Tehát ez az egy külön kérdés, hogy eleve már itt egy pulzáló mozgás volt, de ebben most nem megyek bele, ez hosszú történet. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi valahol keleten egy hangyabolyból elindultunk, és miután nem tudtunk más irányt csak keletről nyugatra, csak erre jöttünk. Időnként hagytuk magunkat megverni, időnként hagytuk magunkat civilizálni, időnként fölvettünk így kölcsön, mint szokás ugye a mozdonyoknak vizet fölvenni, fölvettünk jövevényszavakat, hogy nem akogjunk egészen már a Kárpát-medence szélén, de azért a javát még itteni szlávoktól vettük át. Tehát a jobb kezünket már derék török módon tudtuk, de erre, hogy bal nem volt szavunk. Úgyhogy a bal szárnyunk bizony-bizony nagyon gyengén is működött. Na most ezek meg a bal fülemet nem tudtam megnevezni. Úgyhogy innen van a két balkezes kifejezés. Tehát ezek annyira idióta elméletek, hogy amikor mi ezt egyetemen tanultuk, mert ezt tanultam én is.
de úgy, hogy a példa mondatokkal, meg a példa szóanyaggal. És akkor vizsgára bementem, és láttam, hogy amikor én mondom a példákat, leállít a tanár. Egyébként hölgy volt. De nem ez a lényeg. Ma is ott tanít egyébként. Tehát leállít, és akkor mondom, miért állít? Lehet, ha már én megtanultam, akkor már hadd mondjam el. És a másodiknál is lehet, kiderült, hogy csak a Vogul példákat ismerte. Hát semmi értelme megtanít. Hát ha valaki ott tanít, ő aztán tényleg tudja, hogy ez egy hamis elmélet. Hát akkor nem őrült meg, hogy megtanulja. Tőlem megköveteli. De csak addig, amíg ellenőrizni tudjam. Egyébként én azt halandzsázok, amit akarok. Tehát, hogy érthető legyen, nehogy azt higgyük már, hogy ők nem tudják, hogy hamis, amit tanítanak. Pontosan tudják. Pontosan tudják. Teljesen alaptalan. Semmiféle tény alapja nincs. Ilyen, hogy finnugor történelem, hát ilyen még, nem tudom, hát ha azt mondom, hogy mesékben, akkor meggyalázom a meséket. Sehol nincs. Sehol, soha nem volt. Hát ők már tudják, már régen visszaadták a babaruhát. Réges-régen. Úgyhogy a finnugorban a finn megjelenik, a magyar nem jelenik. A magyar egymaga több, mint az összes többi úgynevezett finnugor nép összesen, beleértve a finneket is. Ehhez képest meg se jelenik az elnevezésben. Na most itt ugye nincs kétféle mértékkel mérés, itt ugye nincs magyar ellenesség. Képzeljük el, az indogermánt úgy nevezik el, hogy az germán nem is szerepel benne, meg az int sem. Hanem elnevezik mak-mak-mik-miknek. Tehát ezek annyira átlátszó aljasságok. Nem érdemes erre egyszerű kifejezést használni. Átlátszó, primitív aljasság. Ha elfogadod, fölmehetsz az akadémiáig. Ha nem fogadod el, az első szűrésnél kiszűrnek. Erről van szó. Ezt nevezzük kontraszelekciónak. És ez kitűnően működik. De semmit nem nyernek vele. A dolgok nem ott dőlnek el. Egyszer majd tessék megnézni, egy akadémiai kiadványt hányan olvasnak. Semmi. Ez olyan, mint a fáraó meg a strúc, ismerjük a viccet. Akkor 5000 év múlva kiássák hogy hívják alól, a piramis alól, és élve ott van a fáraó is, meg a strúc is. Tehát maguk ezt hogy csinálták? Hát nagyon egyszerűen. Hát mindannyian jól betáplálkoztunk, mikor bevonultunk ide, tehát én ürültem először, azt a strúc ette meg, utána ő ürült, azt én ettem meg. Azóta tart a dolog. Most ez az akadémiai nyelvtudomány. Ezek csak egymásnak dolgoznak. Tapsér pénzért, ennyi. Semmi köze nincs a való élethez. Hála a Jóisten. Na, ennyit erről. Tehát az őstörténetünk bizony bennem, és akkor mi ez az SV? Hát bennünket hogyan neveznek olyan források, amelyek hát részben... Szavír, persze. Szavír. Hát ott már az ír vagy úr, az már nyilvánvalóan az úrnak. Tehát ezt lehet germánosan R-nek is ejteni, tehát ez mindenképpen egy valakihez, szavír, persze, ezt szavárnak, szavírnak, mindenféle magánzóval ejtik. Szavária neve innen származik, ami azért nem éppen keletle van tőlünk. Aztán például ilyen a Szibéria nevében ez őrződik. Tehát ez egy többféle hangváltozat. A magánhangzót azt úgy cserélem, hogy akarom. Tehát én azt mondom, hogy termelő szövetkezet, és utána azt mondom, hogy tármélyő szövátkézát. Ugyanazt mondtam. Nem volt benne, csak egyetlen egy magánhangzó azonos. Tármélyő szövátkézát. Mindenki azonnal fölismeri. Egyedül az ő volt azonos. Tehát a magánhangzóknak nincs ebből a szempontból meghatározó szerepe. Tehát ez bizony a szavír. Tehát azt jelenti, hogy a magyarságnak ez a három összetevője, és természetesen a serkentő erőnek megvan a maga képviselete, az a sívai minőség, megvan a fenntartó igazgató, bármilyen furcsa, ez a besenyő. Ez a besenyő. Ne felejtsük, hogy tele van az ország besenyő nevű települése. Besenyő, semmiféle ilyen nem volt, hogy ez pusztítja a magyar. Fenntartja és igazgatja. Persze. Tehát rengeteg ilyen van. Hát a nyugati határszínen tudjuk is, hogy tényleg besenyők voltak. A népesség Eger alatt besenyők voltak. Kompánynak a felesége besenyők. Tehát ezekről elég sokat tudunk. Tehát van külön ilyen, hogy besenyők történet. Lehet, hogy itt is itt van, mint hogyha láttam volna. És hát ez a várhunna. Most, ha valaki szétszakítja az avarta hunttól, onnantól azt hazudik nekünk, amit akar.
Úgyhogy ezt a három összetevőt itt indítja el az üdvtörténet. Tehát ott indítja el, ahol Ábrahám a saját vonalát enni, de nem a Zsák utcában. A Zsák utcában sehova nem jutok. Na ennyit erről. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy az iszlámnak mi a legnagyobb ünnepe. És az mondjuk a hétköznapi életben, de egy-egy iszlám hívőnek az életében mi a legnagyobb? Mikor elmegy meglátogatni. Úgy van. Úgy van. Tehát ez úgy van. Tehát a zarándoklat. Úgy van. Azt körbejárják. Na most, a szertartásnak mi a fő mozzanata? Hát erre azt szokták mondani, a kőnek a körbejárása. Nem az. Nem az. Olyan valakitől tudom, aki maga az iszlámon belül nagyon magas szintű egyházi férfiú volt, ez mind Algériában játszódott le. Az illető pedig Arábiából jött. Tehát már eleve úgy jött, hogy egy ilyen felülvizsgáló és oktató szereppel. Na most a barátom társalgott vele franciául, nagyon pontosan megkérdezte, hogy mi az a fő mozzanat, ami a mekkai zarándoklatnál az egésznek a csúcsa. Szóval mi lenne? Hát a bárány áldozat. Mi az a bárány áldozat? Hát föláldozzák a bárányt, és annak eszik mindenki. Most milyen bárány? Hát amit Ábrahám föláldozott. Ja, Izsák helyett. Nem Izsák helyett, Izmael helyett. Na elnézést, de valami tévedés van. Hát Izsák volt az, akit föl akart áldozni, és akkor utána az Úr leállította, és helyette mondta, hogy ott van az a kos, és azt kell föl. Nem, ezt csak a zsidók hazudják. Izmael volt ez. Nem tudom, értető. Itt soha nem lesz egyeztetés. Itt nem lesz. Az arabok, azok Izmael vonalán származtatják magukat. A zsidók Izsák vonalán. Itt nem lehet egyeztetni. Nem lesz. Szóval az arabok... Izmaelnek volt a föláldozási kísérlete, ezt akadályozta meg az Úr, és rendelte Izmael helyett ezt a kost föláldozni. Ez a kos az, amelyiknek a föláldozása a mekkai zarándoklat főpontja. És a dolognak semmi köze Izsákhoz. Nem tudom, érthető. Tehát az iszlám ebben a tekintetben nem a Zsák utcát járja, ezt az utat járja. És ezt nagyon komolyan kell venni, mert mindig úgy gondolkozunk, na majd oda megy a pápa, és akkor azt mondja, hogy gyerekek, szeressétek, nem fogják szeretni. Nem. Itt kardinális a különbség. És ne felejtsük el, ugyanez az Ábrahám, ez bizony kitette a pusztába Hágárt, és ha az Úr meg nem menti Hágárt, ugye, mégpedig a törvényes feleségének, ugye Sárának a biztatására, hát akkor bizony ott pusztult volna, és nem lenne Izmael, és nem lenne ez az egész üdvtörténeti rendszer. Na most itt is érdemes egy pillanatra megállni, ki ez a Sára, és akkor ezzel be is fejeztük. Ennek most nem a magyar őstörténeti vonatkozását, csak egy pillanatra, ha már eddig eljutottunk, hát ez a név is nagyon fontos. Hogy hívták Sárát eredetileg? Először is, hogy hívták Ábrahámot eredetileg? Ábrám. Hát ez csak magyarul jelent valamit. Ez mit jelent? Magának az Úrnak az ábrája. Az ábra ősi magyar szó. Tehát azt jelenti, az én képemre és hasonlatosságom a teremtett lény. Ez Ábrám. Meddig tart az ábrámság? Mikor kezdődik Ábrámból az Ábrahám? Mi ez a hám? Az a réteg, a látszat, a hám. Igen, és még ennek van egy nagyon látható jele, az, amit lemetélnek amit róla. Lehamlik. Vagy levágják. Késsel keresztelik magyarul. Érthető? Ez az a hám. Mert ez lesz a jele. Érthető? Tehát itt van a nagy változás. Ők azt mondják, hogy a tisztaság szem. Na jó, hát hogy aztán mit mondanak, ez egy külön szám. Akkor már érdemes a heti hetest hallgatni. Mit mondanak? Na, tehát lényeg az, hogy nagyon lényeges dolog, mert itt válik el két vonal. Na most, mit jelentett, pontosabban, hogy hívták eredetileg Sárát? Nem így hívták, hanem Szarájnak. Száraj. Száraj. És csak miután az Úr meglátogatta őket, utána kapta
Tehát miután azt az ígéretet megkapta, amitől ő elkezdett mosolyogni, mert nem hitte el, hogy még ő szülni fog, holott már igen-igen idős volt. És nem volt gyermekük. Akkor volt az, hogy három angyal meglátogat őket, ezt most nem részletezem, el lehet olvasni. Tehát lényeg az, hogy megkapta a hírt, és innentől kezdve ne legyen a te neved Száráj, hanem legyen Sára. Mi a különbség a Szár és a Sár között a magyar nyelvben? Mi hiányzott onnan? A víz eleme hiányzott. Mert az egyik a száraz, ha száraz a nő, nem fog foganni. Higgyék el nekem, elsősorban a férfiak. Ne is kísérletezzenek. Nem fogan. Ha pedig a sár állapotába jut, mit mondanak egy kancáról? Sárnyék. Sárnyék. De nem héberül mondják. Nem is latinul, nem is görögül. Hát tökéletesen érthető. Víz nélküli volt, tehát víz hiányos volt. Ez az elem hiányzott abból a minőségből. Ezzel kellett fölgazdagítani. Ismerjük ezt magyar népmesékből? Hát hogy a fenében nem ismernénk? Hát a boszorkánynak az egyik megjelenésénél a kiszáradtság. Tehát vizet, vizet, vizet. A szűz minőségnek ez a jó változatánál is előjön. Hol jön elő? Például a háromágú tölgyfa tündérénél. Vagy a világszép nátszál kisasszonynál. Elvágják a nátszálat, abban a pillanatban vizet kér. Ha nem, akkor elhal. Tehát az életnek ahhoz, hogy ki tudjék teljesedni, ahhoz kell víz. Megfelelő mennyiségű víz kell. Nem tud nélküle. Szárazság jön. Jelenleg mit csinál a világ? Kiszáradó mamma. Hát az más kérdés. Na ennyit akkor erről. Tehát talán annyit összefoglalom, hogy érdemes magyarul vallatni az Ószövetség kardinális fontosságú neveit. Az, hogy az ember egy kellő, hogy mondjam, módszertani megalapozással kell, hogy ezt tegye, ez nem kérdés, ez nyilvánvaló. És itt arra kell vigyázni, hogy olyat önálló egységként ne kezeljen, ami származék, és ne ott vegye a határokat szavakon belül, ahol azok nem valódi határok. Tehát itt erre tényleg vigyázni kell. Egyébként pedig szabad a gazdatás. Nekem elég gyanús, igen, hogy hátra marad ez a zsák. Tehát mint egy ilyen intő és felkiáltó, égbe kiáltó figyelmeztetés, hogy nem ennyi erre. De vajon miért éppen? Hogy lehet ez, hogy ennyire ott van ez a zsák szó? Hogy az Ábrahám után nem menj tovább, mert nem jut sehová. Hogy lehet ez? Minek köszönhető ez a nagyszerű dolog? De hát, hogy ez most tábla, nagyszerű, hogy nem. A zsák az kozmikus értelemben is fogalom. Fekete lyuk. Nem csak a fekete lyuk, külön tartják számon a zsákot. Mint olyan. Ez egy viszonylag zárt állapotot jelent, ahol dolgok meg tudnak őrződni, de nem tudnak továbbfejlődni. Izsák egyáltalán nem fölösleges. Nem fölösleges. Bizonyos tudás anyagot, amit addig fölhalmozott az emberiség, ott vermelik. Nem tudom értetője. Tehát ott az végső szükség esetére fönnmarad. Ott van a baj, amikor ez a nem teremtő jellegű, ez vindikálja, tehát követeli magának azt a jogot, hogy ő kiszorítva a teremtés valódi művelőjét, ő legyen a meghatározó vélem. Akkor tényleg zsákot számítottunk. De nem önmagában Izsákkal van a gond, hiszen tudjuk, hogy Izsáknál egész történetében gyakorlatilag egyetlen jelenet van, ami megörökítésre méltó, az egy kuttal kapcsolatos. Tehát itt lehet érezni, hogy ő neki állandóan ezzel lesz majd gondja, vízzel, 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 vízzel. Tehát, hogy tud-e meríteni. Na most a víz az ebben a vonatkozásban mindig energiát jelent. Tehát egy hullám természetű létezés. Ha túlságosan megmeredik valaki egy tudatállapotban, vagy egy létállapotban, és nem tud energiaszintből gazdagodni, az nem fog tudni egy újabb léthelyzetben aktív módon viselkedni, hanem fokozatosan, hát olyan beposhad. Megszületődik. Így van. Tehát végülis egyáltalán nem fölösleges. Hát erről van szó, köszönöm szépen, teli talán. Ha a víznél tartok, akkor így szerint az özönvíz megtörtént. Hát ez megint egy külön tétel, rengeteg nyoma van a világban, rengeteg nyoma, ezek általában lokálisak, vagy legalábbis nem túl nagy területre terjednek ki, minden nép őrzi. Egy-két kivétel van, ahol ez egy sajátos módon jelent, tehát ahol már folyóhoz köti, nem tengerhez. Érdekes módon ilyen például a kínai.
Kína az egy külön téma. Kína nem keletre van, Kína az periféria. Tehát aki Kínában látja a jövőt, az nagyon rossz helyen látja a jövőt. Kína az egyik legrosszabb tartaléka jelenleg a világnak. Ott tud legembertelenebbé válni az ember, ott tud leginkább sorozatgyártottá válni, ott tud legjobban leépülni, egy valóban rovar szintre, tehát egy hangya szintre. Nagyon nagy veszély a Kína. És a kínai bölcsességek, akkor azok is e felé mutatnak? Hát egyrészt e felé mutatnak, másrészt nem annyira kínaiak, mint bölcsességek. Tehát itt nagyon vigyázni kell, mert hogyha én most kezdek rájönni arra, hogy ami írásban fönn van, az nem biztos, hogy annak a nemzetnek, vagy annak a népnek a műveltsége. Én például elvezetem most a érdeklődőket mondjuk egy hangárhoz, ahol gyümölcsöket tárolnak. Ugye a legkülönfélebb gyümölcsöket. Vannak ilyenek egyébként. És akkor azt mondom, hogy jé, itt mennyi termet. Egy se ott termet. Oda viszik tartósítani. Na most ez a kínai műveltség, ez a római műveltség, ez a perzsa műveltség, tehát ezek a peremkerületeknek, ezek a periféria. Ezek szelektálnak, tehát azt jelenti, hogy beosztanak, felosztanak, analizálnak és konzerválnak. Nem is érdemes rá magyar szót pazarolni. Érted? Ez a feladatunk. Ezt aránylag jól csinál. Mi meg azt mondjuk, hogy hát a konzervben született meg, mit tudom én, a sólenban. Még az sem abban született. Na ennyit akkor erről. Akkor én köszönöm a szíves türelmet, figyelmet, minden mértéken túl.